Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, sziasztok! Gut Jantev mindenkinek, kellemes ünnepet mindenkinek, bár a szó nem hagyományos értelmében van ünnep, vagy pontosabban éppen hagyományos értelmében van ünnep. Ma van ugyanis a Lubavitchi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi 120. születésnapja, 1902-ben, Nisan hónap 11-én, az éppen ma este kezdődött, Nisan hónap 11-én, látta meg a napvilágot a Rebbe 1902-ben. Szép jó estét kívánok a komplet Vince családnak, jó estét kívánok Szilárdnak, Tímának. Örülök, hogy itt vagytok, szép jó estét, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, kedves barátaim. Elsősorban mindenkit szeretettel köszöntök. Másodszorban ma van a Lubavitchi Rebbe, tehát ahogy az előbb elmondtam, a Lubavitchi Rebbe, a hetedik Lubavitchi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi születésnapja, a Rebbe 1902-ben született. Nisan hónap 11-én, tehát pont most, ami most kezdődik Nisan hónap 11-én, tehát 3-4 nappal Pészach előtt, Pészach ünnepe előtt, és 1994-ben halt meg fizikai világból, 1994-ben távozott, ma lenne 120 éves a Lubavitchi Rebbe, és hát mondani se kell, hogy a 120. év az különleges, úgyhogy ma este is, most mindjárt a tanulás után egy Farbrengerre, hey, good night buddy, good night! Love you! Egy Farbrengerre fogok menni, egy haszid összejövetel, és holnap este is lesz egy haszid összejövetel, majd ott is megpróbálok videót csinálni és bejelentkezni. Szóval, ma lenne 120 éves a Rebbe, a 120. év az pedig egy különleges, ugye Mózes mesterünk 120 éves korában halt meg, azt írja a Tóra, Mózes 120 éves korában halt meg, és az emberöltő, az emberi élet legtöbb, a leghosszabb idő, amit az ember élhet, persze ez előfordulhat, hogy egy kicsit tovább, többet él az ember, de általánosságban beszélve azt lehet mondani, hogy az emberi élet nem haladja meg igazából a 120 esztendőt. Mózes életéről, Mózesről azt mondja a Tóra, hogy azért, ugye úgy fogalmaz a Tóra, hogy meghalt Mózes, amikor 120 esztendős volt, és a Talmud, a bölcseink rávilágítanak arra a tényre, hogy a Tóra azért használja ezt a kifejezést, mert Mózes azon a napon halt meg, amikor született. Egyébként ez Ádár hónap 7-én volt történetesen. Aminek a lényege az az, hogy egy teljes, egy tökéletes életet élt, egy tökéletes, nem csak a fizikai, az életének napjainak száma volt tökéletesen, pontosan 120 év, hanem teljességében élte az életet, azaz mindent elért, amit az életben el kellett neki érnie. Miért hozom fel Mózest és a 120. évet a Lubavitchi Rebbe tekintetében? Mert a bölcseink azt tanítják, a Talmud azt mondja, hogy minden nemzedéknek van egy vezetője, van egy Mózese. A mi nemzedékünknek a Lubavitchi Rebbe a Mózese. A mi nemzedékünkben olyan a Lubavitchi Rebbe, mint Mózes volt abban a nemzedékben, amely kijött Egyiptomból. És akkor végül, de nem utolsó sorban szeretném nektek nagyon szépen megköszönni ezt a sok-sok levelet, amit írtatok, hogy tegnap írtam, hogy nem érzem túl jól magam. Valóban borzasztó fejfájás gyötört tegnap egész nap. Nem vagyok beteg, hál' Istennek, nem voltam különösebben beteg, nem éreztem jól magam, gyengének éreztem magam, nem volt, egyszerűen képtelen lettem volna leülni és veletek jó ízűen beszélgetni, úgyhogy ezért kértem a türelmeteket, hogy elhalasszom a tanulást. Nagyon szépen köszönöm azt a sok kedves levelet és aggódást, amit írtatok. Köszönöm, jól vagyok, imáitok, segítettek, tényleg jobban érzem magam. Úgyhogy, tehát különleges ez a nap, ez a mai Nisan hónap 11-én, a Lubavitchi Rebbe születésnapja, 120. év. Nagyon fáj a Rebbe fizikai hiánya természetesen a mai napig, ugye most már több mint 1994-ben, tehát 28 esztendeje, hogy nincs velünk, és nagyon fáj a fizikai hiánya. De hát reméljük, hogy a messiás mihonra bejön, és akkor ismét találkozhatunk a Rebbével fizikai valóságban is, a Jeruzsálemben, a harmadik jeruzsálemi szentély felépítésével, vagy felépítésé alkalmával, legyen ez minél hamarabb, mi hamarabb még napjainkban. Szeretettel köszöntök mindenkit! Jó estét kívánok nektek! Oké. A mai tanulás ennek megfelelően egy picit rövidebb lesz, hosszabb, mint a tegnapi, de egy picit rövidebb, mint az átlagos. A Tánya című könyvből Schneur Zalman, az első Lubavitchi Rebbe, az Alte Rebbe, akit Alte Rebbe-nek is hívunk, ami jidisul annyit tesz, az öreg Rebbe, az Alte Rebbe filozófiai munkájából, a Hasid filozófia írott tórájából, a Tányának a 9. fejezetét tanuljuk,
És akkor mondani se kell, hogy legyen ez a mai tanulás az áldott emlékű, áldott és szent emlékű Lubavitch Rebbe érdemében, aki ugye nemzedékünk vezetője, hogy azt az előbb elmondtam. Okay. A 9. fejezetben ugye arról beszéltünk, hogy milyen harcot vív, azt arról kezdtünk beszélni, vagy elkezdtük tárgyalni azt a témát, hogy milyen harcot vív egymással az emberben lakozó két lélek. Az egyik lélek az isteni lélek, a másik lélek az állati ösztön, az állati lélek. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a léleknek két aspektusa van, egy isteni aspektus és egy állati aspektus. Mind a kettő végzi a dolgát, az ember állati lelke igyekszik minél a fizikai jólétet, minél, vagy a fizikai élvezeteket hajházni, vagy minél több fizikai élvezetben részesülni, mert hogy állati, mert hogy ösztönlélek. Az isteni lélek pedig vágyik Isten közelségéhez, vágyik a parancsolatok megtartásához, vágyik Isten akaratának a megcselekvéséhez. Úgyhogy ez az isteni lélek, és ez a két lélek ez folyamatosan harcban, folyamatos küzdelemben van egymással, hogy melyik domináljon, melyik kerekedjen felül a másikon. Okay. És arról beszéltünk, hogy az isteni lélek lakhelye, de arról beszéltünk, hogy az állati lélek az ember szívében lakik, az állati lélek lakhelye, idézőjelbe téve lakhelye, az a szívében van, az ember szívében van, ráadásul a szívnek a jobb, vagy a bal kamrájában, amely tele van vérrel, és ez nem egy anatómiai lecke, ahogy említettem múltkor, nem vagyok anatómiában, én sem túlságosan erős, de hogy az a szívben lakozik, mert a vérben lakik a lélek, ahogy fogalmaz Mózes 5. könyve, mert a vér a lélek, a vér maga a lélek, ez Mózes 5. könyve 12. fejezet 23. vers, tehát a Tórából is tudjuk, hogy a vér hordozza, szállítja a lelket, de az az állati lélek. Az emberi lélek, és akkor itt jön a csavar, az isteni lélek, ez a csavar, az isteni lélek lakhelye azonban a fejben lévő agyban van, ugye, tehát az emberi testnek van két motorja, az agy és a szív. Ugye hagyományos értelemben azt szoktuk mondani, hogy a szív az érzelmek, és erről beszéltünk korábban is, a szív az érzelmek birodalma, az agy pedig az értelem birodalma, és ez igaz is, a szív ugyanakkor az állati ösztön birodalma, és az agy pedig az isteni ösztön, az isteni lélek birodalma. Arról fogunk beszélni, hogy az agynak kell uralkodnia a szíven, és nem pedig fordítva. Hozzáteszem, nem vagyok erős anatómiából és orvostudományból, de annyit még én is tudok, hogy az agy az egy fontosabb szerv, mint a szív abban a tekintetben, minden szerv fontos, de hogy abban a tekintetben, hogy az utolsó életjel, tehát ha az agy meghal, akkor vége. Ha a szív nem működik, a szívet ki lehet cserélni műszívre, és az embert még mindig életben lehet tartani. Az agy azonban pótolhatatlan. Az isteni lélek azonban a fejben lévő agyban van, és onnan terjed ki az összes végtagra. Tehát az agy adja, tulajdonképpen mondja a Rebbe, és azért érdekes, hogy ezt mondja, mert ő 250 évvel ezelőtt mondja ezt. Tehát ez még bőven azelőtt van, mielőtt az orvostudomány ilyesmit tudott, jó? Tehát, hogy ezért érdekes, mert mindez, amit az általában mond, ő nem orvosi laborokban tanult ezt, vagy ilyesmi, mind a Tórából, a Bibliából, a Zohárból, a kabbalisztikus irodalomból tudta ezt, tehát azt, hogy ő ezt ilyen következetesen levezeti szent könyvekből, ez már eleve figyelemre méltó és csodálatra méltó. Tehát az agy adja ki az utasítást az összes végtagnak, az emberi szerveknek, az ember testrészeinek, az isteni lélek alapvetően intellektuális, már pedig az agy az értelem lakhelye. Illetve a szívben is lakozik valamennyire az isteni lélek, a jobb kamrában, ahol nincs vér, ahogy írva van, a bölcs ember szíve a jobbján van. Ugye így fogalmaz Salamon a Prédikátor könyv 4. fejezet 13. vers. Okay. Látjuk tehát, hogy az Isten lélek nem csak az agyban, hanem a szív jobb kamrájában is lakozik. Az állati lélekről beszélve az Alterebe ismét a szívet emeli ki a többi szerv közül, miután azt mondja, hogy az Isten lélek minden szervre kiterjed, külön megemlíti a szívet, hogy a szívben is. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy az isteni lélek az agyból minden szervre kiterjedt, és kiemelt az Alterebe példaként a szívet, mert ellentétben a többi szervvel, amelyekben csupán az isteni lélek kiterjedése nyilvánul meg, a szívben maga az isteni lélek, vagyis annak érzelmi képességei is megnyilatkoznak. Tehát a szív ilyen tekintetben különleges. Ez az isteni lélek szívének kinyilatkoztatása, mely az agyban lakozik, az ember tüzes szeretete Isten iránt. Ugye, hogy mutatkozik, miként mutatja meg magát az isteni lélek
érzelmek tekintetében. Ugye nem, az Istenlélek sem csak és kizárólag értelem, sem csak, az Istenlélek sem csak és kizárólag intellektus. Hogyan mutatja meg magát az érzelmek világában? Például az ember tüzes szeretete Isten iránt, amely az értelmes emberek szívében lángol fel. Magyaránt, arról beszél a Rebbe, és ez nagyon érdekes gondolat, ő azt mondja, hogy az Isten szeretet, az emberben túráradó Isten szeretet sem lehetséges csak és kizárólag érzelmekből. Ezeket az érzelmeket is kell, hogy az ember logikája kell, hogy az ember intellektusa kell, hogy az ember értelme működtesse. Az ember tüzes szeretet Isten iránt, amit az értelmes emberek szívében lángol föl, akik értik és gondolkodnak agyuk tudásával olyan ügyekben, vagy olyan ügyekről, amelyek ezt a szeretetet ébresztik, azaz Isten nagyságának vizsgálatába. Magyaránt, az Isten szeretet, illetve az Isten félelem elképzelhetetlen értelmi gondolkodás, megértés, töprengés és bölcsesség nélkül. Nem lehet csak és kizárólag szívvel, vagy csak érzelemmel szeretni. Lehet, hogy arról érdemes egyszer egy külön másik alkalommal beszélnünk, hogy az emberek iránti szeretet vajon kell, hogy értelemmel párosuljon, sőt, valószínűleg az igazi szeretetet, azt az értelem szüli meg az agyban, nem pedig a szív önmagában. Tehát nem csak pusztán érzelemről van szó, hanem az igazi érzelmi kötődés, és talán ez a legfontosabb gondolat, amit ma a Rebbe mond, az igazi érzelmi kötődés az egyben értelmi kötődés is kell legyen. Nem hogy amikor valakinek csak érzelmi fellángolása van, csak egy hirtelen jött érzelmi fellángolása van, az valószínűleg ugyanolyan könnyen el is múlik, mint amilyen könnyen jön. Ugye meghallasz egy szép zenét, és elsírod magad, vagy meghallasz egy vidám zenét, és jó kedved lesz, ugye? Ezek a stimuláló külső behatások, mint például a zene, ugye képesek arra, hogy az ember érzelmeit megváltoztassák, képesek arra, hogy az ember hangulatát megváltoztassák. Elég gyorsan, ha hallasz egy jó kedvű zenét, akkor jó kedved lesz, ha hallasz egy szomorú zenét, akkor melankólikus, akkor esetleg rossz kedved lesz. Ugye? De csak olyan gyorsan, ahogy működik a jó kedv, illetve a rossz kedv kreálása például a zene által, ugyanolyan gyorsan el is tud múlni, hogyha az ember egy pillanatra elveszíti a fókuszt, akkor gyorsan el is múlik. Könnyen jött, könnyen megy. Ellenben, hogyha az ember a jó kedvét alapos, alulról építkezve, alapos átgondolással valósítja meg, építi fel, akkor a jó például azzal, hogy belegondol abba, hogy ő húsvér emberként is képes arra, hogy szolgálja a Teremtő Istent, akkor ez a jó, és ez jó kedvre kell, hogy derítse, ez vidámságra, ez optimizmusra kell, hogy derítse az embert, nem pedig melankóliára és szomorúságra, akkor ez nem egy könnyen elmúló öröm, hiszen ahhoz, hogy az ember ezt logikusan felépítse magában, hogy az örömig eljusson, ez egy hosszú út, és ez egy nehezen megszerzett öröm, és a nehezen megszerzett öröm nehezen is múlik el. Az Isten iránt érzett érzelem hasonlóképpen működik. Hogyha ez egy gyors fellángolás, egy kósza fellángolás, amikor az ember éppen jó kedvében van, akkor hálát ad Istennek, akkor ez nagyon könnyen jön ugyan, de nagyon könnyen el is múlik. Ellenben, hogyha az ember belegondol abba, hogy Isten milyen jóságos hozzá, és ha belegondol abba, hogy az ember bármilyen, mindenféle fizikai nehézség ellenére is, az ember képes arra, hogy szolgálja Istent, azáltal örömöt szerez Istennek, a húsvér ember, mi halandó emberek képesek vagyunk arra, hogy örömöt szerezünk Istennek, ez az emberben vidámságot és jókedvet kell, hogy ébresszen, ez pedig, és szeretetet kell ébresszen, és félelmet kell ébresszen Isten iránt. Ez a nehezen jövő Isten szeretet és Isten félelem, ugyanakkor ez a nehezen jövő Isten szeretet és Isten félelem az, amelyik nem is múlik el, ha egy könnyen. Nem lehet az embert belőle csak olyan könnyen kirángatni. Mert alapos
logikai munkával lett felépítve ez az Isten szeretet. Oké, kedves barátaim, most el kell indulnom erre a Farbrengerrel, a Hasid összejövetel, amit ígértem, Lubavitcher Rebbe 120. születésnapja alkalmából, szerintem onnan is be fogok jelentkezni nem sokára. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel.